Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Srácok, mi a franc az a Crucible? Na most ez az Amazon Gamesnek az első játékba. Játéka. Kicsit csöndben jött ki amúgy úgy, úgy a szőnyeg alatt. Oké, okay, és most jöjjön egy játék, egy olyan valaki szemszögéből, aki az Amazonnak dolgozik. Na hát igen, aki tudta, aki nem, én az Amazonnak dolgozom. Nem a játékstúdiónak, egy Amazon teljesen másik uh, részlegében és szekcióban dolgozom, uh, viszont tekintve, hogy milyen rég dolgozom már az Amazonnak, mondhatni, hogy némi tapasztalatom van, és rálátásom a cég gondolkodás a módjára, és hogy is mondjam, szlogenjeire, monológiára, és az aköré helyezett struktúrájára. Némi kis cég titkokat fogunk itt elárulni. Na jó, sem mi vész, nincsen benne, semmiért nem mondok, amit nem mondhatnék, jó? <laughs> nem tudtok meg titkos dolgokat. A lényeg az, hogy ezt köztudott az Amazon, eh, hogy is mondjam, egy nagyon úgy úgymond eh, eh, ilyen alaptézisekre helyezi a, a működés. És ezek az alaptézisek, ezek nagyon jó tézisek és nagyon, hogy is mondjam egy olyan embernek, aki céltudatos célját keresi mondhatni azt, hogy érdemes is megfogadni ezeket az alaptéziseket, amit az Amazon állít és ami körül szerelt dolgozni, mert tök korrekt és tökre rendben vannak viszont az Amazon működése az nagyon hogy is mondjam akár honnan nézem, egy cég, ami pénzt csinál, és itt van nekünk ez a Crucible játék, ingyenes amúgy, nem akarom reklámozni, a cégeknek, dolgozok, de jó nem. Gyerekek, els elsősorban ez a játék úgy gondolom, hogy gyerekeknek készült, ráadásul azon gyerekeknek, akik öm, még újak a játékvilágban, és teljes mértékben azért készült, hogy beszippantsa őket a játékvilágba és a függőség leltárába, könyvtárába. Úgyhogy kedves szülők, kurvára távol tartsátok ezt, e, e, ettől a játéktól a e, gyerekeket. Ez a játék nem gyerekeknek van. Ez a játék azért van, hogy a gyereked rászakjon, és majd elkezdjen betelepászakat farmolni. És majd elköltse a pénzedet. Tartsd távol a gyerekedet ettől a játéktól ugyanakkor beszéljünk arról akinek tetsz itt ez a játék mit tud ez a játék? oké, okay, és, és akárki review a Magyarországon ezt a játékot akármit mondott róla szerintem ilyen stílusban, formában nem hiszem, hogy beszélt a játékról mint ahogy én most beszélni fogok róla elmondok egy-két kötelező alapot a játékban egy darab ma pálya van, egy egy, meg egy kurva ö, egy pálya van amit amúgy nagyjából kb. három meccs után megunsz. Mm, ja, várj, a játékot tudod meg három, meccs után nagyjából. És tudjátok mi a szörny? A játékban hatalmas potenciál lenne. Régen volt egy olyan játék, hogy Paragon. Na most a Paragon az Epic Games játéka volt, és az Epic Games elvágta a Fortnite sikere miatt. Tehát kivette a supportot, kivette a csapatot a játék alól, és elvette és hozzá nyomta a fortnite hogy azt fejleszték, és elvágták a Paragon-t. A Paragon egy MOBA volt, na de egy RPG MOBA. Értitek? Láttad a karakteredet, nem úgy, mint egy rendes mobában, hanem olyan volt egy harmadik nézetes, és, és egy faszjáték volt, és egy korrekt, játékot játék volt, és jól össze volt rakva. Na most a Krusziban nincs így összerakva, de folyton folyvást Paragon emlékeim voltak róla. Egy kicsit, és olyan játékstílusok is vannak benne, vagy pályák, vagy játékfajták is vannak benne, amik nagyon erre emlékeztetnek. Ez a el a tornyot, véd meg a tornyot, és rettenetesen csapatban kell működni, nem igazán fogsz tudni szólózni ebbe a játékba, hogy főleg akkor, hogyha csapatban kell mozogni. Szóval ilyen kategóriai játék. Csapatmunka, foglald el a tornyot, egy PVP, és PVE elemekkel ellátott játék, ahol pontokat gyűjt a karakteret, gyűjtesz, gyűjtötök csapatszinten, és fejlődsz csapatszinten, jobbak lesznek a képessége, és nagyobb vagy sebb ez a fegyveret. Gondolom, senkinek nem kell már ezt elmagyarázni. És ez, ez az alapkoncepció. Ez az alapkoncepció már több tíz éve egy recept, egy nyereséges és jó játékra. Ugye? Nem is nehéz elkúrni egy ilyen receptet. Tehát ezzel egy jó játékot lehet csinálni. De a probléma ott kezdődik, a, a Crucible-nél, hogy nincs benne kihívás. Az első pillanattól kezdve minden karaktert elérhetsz. Egy valami, tehát nincs is amiért farmolni, tehát nincs meg az a kihívás, hogy meg szeretném szerezni azt a karaktert, hogy kipróbáljon. Nem, rögtön az első körökben kipróbálhattam az összes karaktert, ami jelenleg létezik, ugyebár, és egy pálya van, egy párfajta játékmóddal, de mindegyik alapvetően ugyanaz, maradj a csapatoddal, és nyerjetek. című kategória, attól függetlenül változik az objektív, de egy igazán játékmódnak van értelme ebben az egésznek, és ugye ez a kis toronyfoglalgatós, megőrzős, megvédős anyja játékmód. De ennyi. Oké. Okay el is mondtam a kötelezőt erről a játékról. De tudjátok, hogy mi benne a tökéletes? A Battle Pass System. Nemrégiben csináltam erről egy videót, ugye, hogy a rossz játék élményért játszol. Mert hogyha azért játszol, hogy Battle Pass-okat akkor rossz játék élményért játszol. Ebben a játékban egy tökéletes mikrotranszakciós és Battle Pass System van. Ahogy az 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 Amazonhoz illik. Ha már itt tartunk. Az Amazon tökéletesen tudja, hogy hogyan kell pénzt csinálni, és ezt valahogy nagyszerűen ráközvetítette az Amazon Games stúdióra is. Én nem tudom, mit képzeltek, tehát el se hiszitek, mennyi pénze van ennek a cégnek. Rohedli pénze van ennek a cégnek. Jeff Bezos az egyetlen olyan ember a világon, aki a vállás után is, az elvállás után is még mindig a világ leggazdagabb embere. Értitek, amit mondok? Rohedli pénze van ennek a cégnek. És nem voltak képesek egy tetves, jó játékot összehozni. Pedig így el nekem, hogy az Amazonba kerül az ember felvételre, akkor akkor ott nagyon megkínozzák az embert, és tényleg igyekeznek a legjobbak között a legjobbat felvenni. Kivéve, hogyha nagyon basic, nagyon basic feladatokra keresek felvenni embert, mondjuk papírnyomtatás, vagy ilyesmi. Értitek? Tehát akkor, akkor mindegy, mert nyomtatni mindenki tud. Játékprogramozóról van szó az Isten szeleme. Vagy nagyon tehetségtelen embereket vettek föl, vagy, ahogy ez kijön sokszor a cégnél, hogy ha, hol tudunk spórolni, de mégis valamit kiadni a kezünk közül, mert a spórlás jó, mert sok pénzt spórolunk meg, és akkor több pénzünk lesz néha benne van ez így a cég mentalitásában, hogy hogyan tudnánk úgy alkotni a legjobbat, hogy nem költünk rá pénzt. Na most ez a kruszba. Értitek? Egy alkotás, amiben nincs pénz. Egy olyan cégnél, aminek annyi pénze van az meg, hogy a tejútrendszert meg tudná vásárolni az összes bolygójával együtt. De, mint mondtam, én nem a játékkészítés részlegnél dolgozom, így aztán fingom sincs. Lehet, hogy az egy ilyen csak Kickstarter projekt az Amazonnál, hogy mmm, Jeff Bezos el, mmm, bírom azt a csókát, azt mondja, játékokat szeret programozni, mmm, adok neki egy kis pénzt, csináljon egy stúdiót. Lehet, hogy így indult az Amazon Games, értitek. És akkor ott az a csóka, és vette a haverjait, az ilyen trash egyetemből üzé haverok, akik majdnem kibuktak, mm, csinálunk egy, izé csók... egy játékot, mert Jeff Bezos adott nekem pénzt, és és ez lett belőlem. Szóval nem, nem tudom. Uh, hát itt, ez a játék nincs kész. De mikor játszol velem, hogy van benne potenciál, érzed, hogy van benne lehetőség, viszont felsorolhatnám rengeteg hibáját. Balancing problém, grafikai probléma, um, karakterek nagyon tényleg el vannak, nincs balansz köztük, um, több pálya kellett volna. Minek az a Battle Pass System? Értelmét nem látom. Esetleg kihívást kellett volna belerakni, vagy valamit, amiért így játszani, esetleg azon kívül, hogy csak piu-piu-piu-piu-piu. Mm. Mert az egyáltalán nem izgalmas ebbe a játékban, a piu-piu-piu-piu-piu része. Um, taktika nincs mögötte olyan, mint egy mobában, vagy például, mint a Paragonban volt, annó semmiféle taktika nincs mögötte, csak maradj a csapatoddal együtt, és együtt piu 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 piu, piu. Ennyi. Ennyi. Um, ettől ordít számomra a legjobban, hogy ez a játék gyerekeknek készült. A gyerekek alatt azt értem, hogy ilyen hat éves kor alattiaknak. Mert hogy mert hogy órákig nem találkozol egy enemivel, és, és nem halsz meg, és nincs kihívás. Ha csapatoddal vagy, akkor egy hülye is tud lőni, és, és így szép, meg minden, meg nincs benne se vér, meg semmi, tehát semmi olyan erőszakos jelenet nincs benne, meg cuki mindenki benne, meg mosolyognak, és... Nagyszerű szavakat mondanak közben, közepette, nincs története a játéknak, storia. Tehát olyan, olyan ez, a, ez a Crucible, ez a játékok teletabia. Érted? Tehát így, what the fuck? Így, felnőttként így ülsz és nézed a teletabit, és így azt a, nem bírod elképzelni, hogy egy szórakoztató gyerekeknek. De esküszöm, hogy az. Hát én is élveztem. <laughs> Na jó, most már ennyit, ennyit erről a rend a Crucible videó. Amazon szégyed magad. <laughs> Azt kell mondjam, ennyi pénz az meg, és egy játékot nem voltatok képesek lehozni. Komolyan mondom, ezért fizettem az Amazon Prime-ot. Ez, jó, jó, le a a The Boys sorozat egészen jó egészen jó. Na jó, nagyon köszönöm a figyelmet, srácok, remélem élveztétek a kis belső, uh, belsős, bensős, belsős infós uh, bemutatót, egy játék bemutatót. Nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Ja, és ne add a gyereket kezébe ezt a játékot. Ha elkövetted azt, az azt a hibát, törd szét a számítógépet. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok! Előgyes szó